erős katonai műveletekre, légi csapásokra a Kárpát-Alja térségében. Én nem számítanék, mint adott esetben, amit Lengyelország térségében láthatunk. Um ezért bölcs az a stratégia, vagy az a irány, amit a magyar kormányzat képvisel, nem számítunk fegyvereket Ukrajnának, hiszen ezek a fegyverszállítási útvonalak értelmesen katonai célpontnak minősülnek. Úgyhogy emiatt Ukrajnának az a része, ami hozzánk legközelebb van, tehát Kárpátalja nincs veszélybe. Két dolog van, ami hosszabb távon veszélyes lehet, akár győz Ukrajna, akár veszít. Az egyik az az, hogy ahogy Szerbia esetében a Koszovóból érkező szerbeket a vajdaságba vagy bácskára telepítették be, és nagyon komoly etnikai feszültségek <laughs> voltak az elüldözött és a, a ott lévő lakosság között. Ez a veszély ugyanúgy fennáll kárpátán is, az egyik fele. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Világnézet, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jobb rodé és nagy tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Somkuti Bálintot, az MCC geopolitikai műhelyének kutatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt, a Dominó című könyv szerzőjét. Jó ez napot kívánok! Csodran. És arra kértük önöket, hogy beszéljük át egy picit azokat az úgymond aktualitásokat, amelyek történtek az elmúlt időszakban az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, illetve nyilván lesz egy kis időnk arra is, hogy nagyobb összefüggésekről beszéljünk, de egy-két hírt összeszedtünk és el is küldtük előzetesen. Az első ilyen hír, ami viszonylag aktuális, még az olaj ársapkának a hatása. van -e egyáltalán hatása ennek az intézkedésnek? Ugye pénteken, múlt hét pénteken fogadta el az Európai Unió azt, hogy az orosz olajra ilyen árplafont vezetnének be. Ö, Oroszország nyilván nem örül a döntésnek. Én olyan híreket is olvastam, hogy igazából Ukrajna sem annyira lelkesedett azért, hogy ezt bevezessék, de a fő kérdés az, hogy ennek van-e közvetlen hatása a frontra, és arra, hogy ö, hogyan fog a következő időszakban alakulni ez a háború. Tarjányi Péter. Én azt gondolom, hogy hatása biztos, hogy van, hiszen kommunikációs hatása már volt. Tehát így, ahogy ön fogalmazott, mint Zelenszki elnök, mint pedig az orosz szóvívő, illetve Medvegyev is reagált ezekre a, a hírekre eléggé. Keményen. Nyilván kevesli azt a fajta hatást. Ugye itt van egy 40 dolláros árrés ezen a történeten, mert hogy nagyságrendileg ugye 20 dollár az előállítási vagy termelési költség ennek a, a, a terméknek. Erre azt mondja Ukrajna, hogy ez kevesli, hiszen, vagy ez a sokkal jobb, bocsánat, mert hogy 40 dollárt még mindig így az orosz hadigépezett zsebébe téve beletenni, ez mindenképpen egy, egy, egy rossz dolog. Az Európai Unió, illetve a G7 országok részéről pedig az a mondás, hogy igenis ez valamilyen szinten segíteni fogja a háború befejezését. Én azt mondom, hogy ennek abszolút az elején járunk. Tehát aki azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy ő előre látja, hogy ez az orosz hadigépezetet le fogja állítani, szerintem az csal. Tehát ennek, ennek nem lehet látni Vagy még van a hatásait. A <coughs> Vagy varázsgömbje így van, és látja, látja a jövőt. Tehát, hogy ilyen szempontból ilyen sokkal, sokkal óvatosabban fogalmazni. Illetve egyszerűen más megközelítésben látom ezt a helyzetet. Minden egyes alkalommal, amikor a médiában azt olvasom, hogy na ez az a szankció, ez az a döntés, ami az áttörést hozza, és innentől kezdve megoldódik a háború, ez szerintem önbecsapás, abszolút. Tehát valamilyen hatása biztosan lesz, de ne gondoljuk azt, hogy Oroszországnak nem lesznek ellenlépései, akár például Irántól eltanulva, hogy hogyan lehet, és erről is ugye megszülettek hírek, hogy egy orosz árnyékflotta jön létre, ami, aminek egyetlen egy feladata van, hogy ezt a fajta embargót valahogyan kikerülje amit vagy így, vagy úgy, de biztosan fog működtetni Oroszország. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen pici lépés adott esetben, ami fájhat Oroszországnak, de az, amit itt a hírekben olvasunk, hogy na, akkor innentől kezdve megoldódott a háború, és már látjuk is, mert ilyet is olvastam, aki azt mondta, hogy fél éve, háromnegyed éven belül ez olyan hatást fog elérni, hogy az orosz gépezet, hadigépezet gépezet leáll. Szerintem ez totális önbecsapás. Azt szoktam mondani, hogy nincsenek csodafegyverek. Tehát aki csodafegyverben hisz, az Adolf Hitler nyomdokaiba lép, és ö, teljesen hiú reményekbe lovalja bele magát. Nyilván ez a lépés ez ö, meg fogja nehezíteni, de nem fogja teljesen el lehetetleníteni az orosz ö, olajnak a piacra jutását, hiszen számos olyan ország van, amelyik szívesen vásárol a piac jó valamilyen kedv, valamilyen kedvezőbben így. olajat. Az olajpiacnak igazából a szűk keresztmetszet az az OPEC, ugye, amely a nevében is mutatja, hogy ez egy kartel, ahol éppen pont Szaudarábia tett egy rendkívül barátságtalan lépést az Egyesült Államok irányába, amikor kifejezett kérésre sem növelte a kitermelését. Ugye azt látni kell, hogy az olajnál a, a szűk keresztmetszet az kelet-európa és az orosz olajnál a szűk keresztmetszet kelet-európa, és ezek az olajfinomítók vannak ráállítva arra a típusú, arra a kémiai jellegzetességekkel rendelkező olajra, ami Oroszországból érkezik. Ugye ezt nem egy fizikailag lehetetlen valami kiküszöbölni, átállítani ezeket az olajfinomítókat, viszont költség és idő. Tehát most egy, erős egymásnak ellentmódó hírek érkeznek, hogy a karbantartás együtt előfordulhat, ugye erről nincs információ, hogy a százszalombattai olajfinomítónak is az átállítása megkezdődött, hogy valamilyen szinten már meg is történt. Tehát gyakorlatilag az a fő kérdés ezzel, hogy milyen hatást gyakorol ez a, ez a bejelentett döntés, ahogy Tarjani úr is mondta, sokkal inkább, ö, inkább kommunikációs jelentősége és, és, szerepe van, mint, mint tényleges üzlet és piacira gyakorolt hatása. Én egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy a szankciókat arra való hivatkozásra vezette be Európa, hogy ez majd megakadályozza azt, hogy az oroszok ö, Ukrajnában szélesítsék a háborút, szélesítsék a konfliktust, további sikereket érnek el. Ehhez képest ennek a hatása nem nagyon látszik, nem mondom, hogy nincs ez nem nagyon látszik. Mi viszont nagyon rosszul járunk vele, hiszen több szempontból is egyre nehezebbé válik Kelet-Európának, illetve az Európának az élete. Van itt még egy aktuális hír, ami tegnap délutáni, és ezt ugye még el se küldtük, de azért behozom ide, becsapódott egy rakéta Moldova területén, találtak ilyen rakéta maradványokat. Ugye áldozatokról itt nem kaptunk szerencsére hírt, tehát úgy tűnik, hogy egy lakatlan helyre, egy ilyen erdős területre hullott le ez a rakétadarab. Mennyire kell arra számítani, vagy lehet számítani egy háborúban, hogy a szomszédos országok is ilyen csomagokat kapnak, amelyekre nem számítanak, illetve nem várnak? De azt gondolom, hogy egy ilyen fajta háborúban ez abszolút benne van. Nem ezt a háborút mondanám, hanem például a délszláv válságot azért ne felejtsük el, és nagyon-nagyon sokan erre is hivatkoznak, hogy egy háborúban a precíziós fegyverek korában ez nem fordulhat elő, de hogy nem. Tehát a 90-es évek elején is például a hallgatók közül biztos vannak idősebbek, akik emlékeznek arra, hogy például Bars térségébe becsapódtak rakéta alkatrészek és egy-két rakéta is. Szerencsére áldozatokról nem volt szó. Tehát egyszerűen én úgy fogalmaznék, hogy a nagy számok törvénye alapján napi szinten tűzérségi lövedékek oldaláról több száz vagy több ezer darab tűzérségi lövedék száguld össze-vissza az égen. Robotrepülőgépek, cirkáló rakéták, manőverező, különböző drónok tekintetében pedig tucatnyi, több tucatnyi vagy százas nagyságrendről beszélünk. Az, hogy ebben előfordul, hogy becsapódik akár Moldovába, vagy néhány héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt ugye Lengyelországba. Szerintem ez abszolút benne van. Ezt nem kell túldimenzionálni olyan szempontból, hogy mondjuk Oroszország szeretné bevonni ezeket az országokat a háborús helyzetbe, mint ahogy egyébként Lengyelországnál az első hírekkel szemben ugye kiderült, hogy nem is orosz rakéta volt az, ami becsapódott, hanem lengyel légvédelmi rakéta, amiben nyilván Európának és a NATO-nak igaza van, hogy az egész háború, ha nem lenne, akkor ez nem fordulna elő, de ennek ellenére az a fajta hozzáállás, amiben mindenki azonnal vészt kiáltott, és azt mondta, hogy akkor kitörhet a harmadik világháború, ettől, ettől azért úgy e, e tekintetben nagyon-nagyon messze járunk. Sajnos ez van, tehát, hogy ezt tudomásul kell vennünk. Én azt gondolom, hogy, hogy Magyarország tekintetében én ezt ilyen 0,000, tehát hogy én nem adok nagy ö, százalékot arra, hogy ilyen előfordulhat. Ö, nyilván Moldova térségében, Lengyelország térségében és Lengyelország ö, környezetében ugye leginkább azért, mert ott vannak olyan logisztikai központok, amelyeken keresztül Ukrajna fegyverszállítmányokhoz és munícióhoz jut, tehát a NATO oldaláról. Tehát ezekben a térségekben egyszerűen a célpontok miatt gondolom azt, hogy előfordulhat még ilyen. Hogyan lehet ezek ellen védekezni? És ugye itt volt szó arról, hogy Magyarország területén kicsi az esély, de drónok azért már jártak erre is. Hát igen. Gyakorlatilag ezek az eszközök, <höhö> ugye, ami Moldáv. Moldáviába is becsapódott, az gyakorlatilag szinte biztos, hogy egy rakéta alkatrész volt. A felvételek tanulsága alapján egy rakétának a darabja, akár egy támadó rakének, akár egy légvédelmi rakétának a darabjairól beszéltünk, amilyen nem lehet mit csinálni. Tehát egy ilyen szabadesésben érkező, vagy közel szabadesésben érkező ö, alkatrészre nem érdemes egy rakétát indítani, mert igazából mit, tehát az sem biztos, hogy a egy rakéta robbanás, egy légvédelmi rakéta robbanása jobb pályát ad neki, vagy éppen megképes megsemmisíteni, vagy akár lettétene pályáról. Tehát ezek a típusú roncsdarabok azok, amivel imádkozni csak, hogy kitérjen az ember, vagy ne, ne kerüljön az útjába. Ugye Lengyelországban is, amikor becsapódott, akkor meglemitettem azt, hogy valószínűleg több tucat ilyen becsapódás volt már azon a környéken, hiszen a területet több támadás érte, csak szerencsére nem talált el senkit tehát se épületet, se ember életben nem okozott kárt egészen a múltkor tragikus esetig. Tehát sajnos erre valamilyen szinten föl kell készülni, riasztani lehet a környéken lakókat, de hát igazából 15 másodpercnyi idő van, amíg ez a, az a tárgy becsapódik, tehát igazából egy általános riasztás egy régi szirénával sem lehetne mit tenni. Sajnos a háborúnak ez egy olyan kellemetlen mellékhatás, amivel együtt kell élni, és egy, egy tragikus eset az összes, amikor ilyen történik, de igazából nem nagyon lehet vele mit csinálni. Tehát amíg a háború tart, erre fel kell készülni, hogy ez így lesz. Beszéljünk egy pár szót azért arról is, hogy a tegnapi nap folyamán nagyon sok rakéta csapódott be szintén Ukrajna területére. Nagyon megviselte a infrastruktúrális energetikai hálózatokat, ezek az elmúlt időben érkező orosz rakéták, és hát lehet olyanokat olvasni, hogy Kijevnek hány, tehát mekkora százalékos része van áram nélkül, víz nélkül, gáz nélkül, mindenféle energetikai ellátás nélkül. Voltam múlt héten, egy kicsit előtte egy ilyen hír, hogy Oroszországot terrorista államként definiálták, vagy ennek kiáltották ki, pont ezek miatt az infrastruktúrális csapások miatt, mert hogy ez már kimerítheti a terrornak is a fogalmát. Valóban így van? Egy háborúban? Hogy, tehát hova, hova tegyük ezeket az infrastruktúrát romboló támadásokat? Én azt gondolom, hogy van egy harmadik stratégiai hullám, egy stratégiai Elgondolás az orosz hadsereg részéről. Igazán eddig két fejezetet láthattunk, Ugye az első fejezet, most akkor én, ez az én megnevezésem a villámháború, tehát <laughs> ugye ez volt az első stratégiai lépés, ami egyszerűen abból fakad, hogy Oroszország az orosz hírszerzési információk alapján azt gondolta, hogy ha nem is egy sétagalop, de, de lesz egy dinamikus katonai tevékenység, aminek keretében el tudják foglalni azokat a területeket, amiket egyébként meghatároztak. Ugye ezt láthattuk, hogy nem jött össze, sőt bizonyos térségekben, Kiev, illetve az észak-ukrajnai térségekben, ahol első lépésben komoly területeket foglaltok el, visszavonulásra kényszerültek. A második hullám, most én ezt így fogalmazom, tört meg augusztus elején a tüzérségi csapások, tüzérségi előkészítés által ugye ukrán oldalról, és augusztus végén, szeptember elején történt ugye egy támadó hadművelet, aminek keretében első lépésben ugye Harkiv térségében sikerült az orosz erőket visszaszorítaniuk és visszamulásra kényszeríteniük, illetve Herson térségében ugye ezt láthattuk. Ez a második ütem az én gondolataim szerint. És nyilvánvalóan nem szabad azt gondolnunk, hogy az orosz hadsereg nem tanul a hibáiból. Tehát azt a fajta megközelítést én, én, én cáfolom és nem is tetszik, amikor arról beszélnek szakértők, hogy, hogy az orosz hadsereg gyenge, az orosz hadsereg már veszített. Én, én azt mondanám, hogy igazán ez úgy precíz, hogy ugyanúgy az első kérdésére azt mondtam, hogy nem tudom, és még ennél a témánál is azt tudom mondani, hogy nem lehet látni azt, hogy ezt a háborút ki fogja megnyerni. Tehát itt, itt még ez nem, nem dölt el. Az, amikor temetik Oroszországot és azt mondják, hogy az orosz hadsereg nem képes hadműveletekre, hát itt pontosan a harmadik hadműveleti résznél egy stratégiaváltást látunk, amit elsősorban ugye szurabiként tábornok elgondolása fémjelez, ami arról szól, hogy szisztematikusan Ukrajna infrastruktúráját, egyáltalán hátországát mindenfajta szempontból próbálják rombolni. Ennek van energetikai része, leginkább ez az ami a médiában nyilvánosságot kap. Egyszerűen azért, mert nyilván ez a legfájóbb rész, amikor nincs villany, nincs gáz, nincs ivóvíz, ez az, ami a kommunikációba leginkább átjön. De azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy vannak katonai célpontok ellen is, folyamatos támadások. Tehát az, amikor egy egyszerűsítés mentén azt olvashatjuk, hogy csak az ukrán infrastruktúrát, ukrán infrastruktúrát támadja Oroszország, ez tényszerűen nem igaz. És ebben egy szisztematikus előkészítést látunk, aminek egyébként van eredménye, és most, bocsánat, Zelenszki elnököt fogom szó szerint idézni, ugye ő körülbelül egy hónappal vagy másfél hónappal ezelőtt azt mondta, hogy Ukrajna energetikai infrastruktúrájának 30%-át tud elpusztítani Oroszország, bő két hete azt mondta, hogy 40, és múlt héten, vagy múlt hét előtti héten ugye azt mondta, hogy már 50%-nál tart Oroszország. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta nevezzük, szurovikin stratégiának ezt szisztematikusan hajtja végre Oroszország. Az, hogy és ezt megint bontsuk ketté, hogy van ebben katonai logika, és az, hogy ez kommunikációban a világban mit hoz, tehát amit ön is fogalmazott, hogy terrorista állam már kívánják nyilvánítani Oroszországot, ez két, két téma, abszolút. Ugye olyan szempontból, ha azt mondjuk, hogy a katonai stratégiához ez mindig is hozzátartozott, hát nézzünk rá a hadtörténelemre az, hogy egy-egy háborúban abszolút kesztyűskézzel bánjanak egymással a, a, a résztvevők, tehát ez, ez abszolút elképzelhetetlen. És az, hogy a hátországát egy országnak egy háborúban ne rombolják, hát nézzünk rá például Németországra adott esetben a második világháborúban, és hadd mondjak ennél durvá példákat is, mondjuk Dresda bombázása, amit a mai napig egyébként sem az Egyesült Államok, sem nagy britannia nem tudott megmagyarázni, mert igazán Dresda bombázásánál a lakosság, ugye több mint 60 ezer ember halt meg másfél-két éjszaka alatt, a mai napig nem tudták megmagyarázni, hogy annak mi volt igazán a katonai Ö, ö, elgondolás része azon kívül, hogy egyfajta terror mentén meg törni a német ellenállást vagy a német lelkületet. Egyébként hozzáteszem, hogy annyira nem jött össze akkor sem. Tehát, Te hogy. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban ezért vagyok szkeptikus, és ezt most az orosz stratégia kapcsán is mondom. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy az orosz stratégia majd eredményre vezet, mert a, az ukrán lakosság ellenállási kedve megtörik. Ezt nem tudjuk. Jó részben az jön át, hogy nem. És hat történelmi példa oldalról hadd mondjam azt, hogy a háborúban, ha nézzük, most akár Németországot említettem, ott sem jött ez össze igazán. De mondhatom egyébként Japánt is a második világháborúhoz kapcsolódóan. Igazán az atombomba, a két atombomba volt az, ami, ami ebben változást hozott szerintem. És ebben az ukrán kérésre az Európai Unió oldalá hogy az Európa Parlamentben volt ezzel kapcsolatban egy szavazás. Ami egyébként ezt is vegyük végig, mert ez is túl dimenzionálva itt van. Tehát az, hogy valakik nyomtak az Európa parlamenti képviselők oldaláról egy igent, hogy, hogy ők úgy gondolják, hogy Oroszország terrorista állam, ennek egyébként olyan fajta hozadéka nem lett az Európai Uniós végrehajtási rendszerekben, hogy, hogy ezt Oroszország úgy megérezni. Ez, én azt gondolom, egyfajta kommunikációs üzenet volt, ezt látjuk, de egyébként e, e, hadműveletek oldaláról Oroszország a régi, most ha fogalmazhatok így, a hadtörténelembe bevált forgatókönyveket követi. Én ezt látom. Annyiban egészítem ki az elhangzottakat, hogy volt egy másik fázis, tehát az általad említett ukrán támadás előtt még volt egy orosz támadás, amikor kivonultak és újra szereztek az erőiket. Ugye akkor volt az, amikor uh, Helszon uh, környékén is volt egy, egy bizonyos előrenyomulás, illetve uh, egész most a Dombasznál uh, Bakmutig jutottak. Tehát ez uh, a és Szeverodonyeck elfoglalásával záruló periódusban gyakorlatilag az orosz erők megmutatták, hogy tanultak az első fázis hibájából. Utána viszont egy nagyon-nagyon súlyos felderítés volt a második már ebben a háborúban, hogy észre se vették, hogy a Ukrajna közben végrehajtott egy teljes körű mozgósítást, és több százer férfit hívott, beképzett ki, és látott el viszonylag modern fegyverekkel, amiket a nyugatról kapott, az elsősorban egyébként lengyel és cseh kiegészítve. Tehát az a, az a fajta ö, támadás, ami ami augusztusban indult, nem kellett volna, hogy meglepje őket, és meglepő volt az, hogy teljesen felkészítően várták ezt a, ezt a támadást. Úgy gondolom, hogy stratégiai szempontból ez a harmadik vagy negyedik fázis, ez az támadás ez a háborúk, ahogy említettet a példájából, nem egy kiróva eset. Tehát az Egyesült Államok is így kezdte a délszláv háborúkban, Irak esetében is értett, hogy Afganisztánban nem nagyon volt infrastruktúra, amit meg lehetett volna semmisíteni. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan tendencia, ami folyamatosan jelen van. Ez a terrorista államával való minősítés, ez egy, ez egy, politikai üzenet, amelyet a világ többi része ugyanúgy, hogy az embargókkal kapcsolatban nem nagyon akart meghallani. Tehát igazából itt azért tudomásul kell venni, hogy zajlik egy nagyon komoly kommunikációs háború is a világnak azon részei felé, aki gazdaságilag kevésé, függnek, vagy nem akarnak a nyugat mellé beállni, függetlenül attól, hogy például az orosz bizonyos lépéseket, vagy az orosz agresszívet is többször és több alkalommal és nagy többség elítélte az ENSZ. Tehát itt azért van egy olyan fajta küzdelem, ami többségkon zajlik. Én úgy gondolom, hogy hosszabb távon mindenképpen vagy a csatamezőn, vagy a hátországba fog eldőlni a küzdelem, ennek még a nyomai még csak látszanak egyelőre. Olyan hírt is lehetett egyébként olvasni, pont Ukrajnával kapcsolatban, és itt az energetikai ö, hiányosságokkal kapcsolatban, hogy mivel ők tudják, hogy ez ki, mi miatt történik az, hogy nincs áram, miért nincs víz, miért nincs gáz, ez egyfajta olyan erőt is ad, hogy elviseljék ezt a helyzetet, kibírják, tudják, hogy az oroszok ö, bombázták le ezeket az egységeket, és ezért nincs, és ezért úgy vannak vele, hogy valahogy túlélik és győzni akarnak. Tehát, hogy ez egyfajta ellenállást is, az létrehozni az az a társadalomban? Gyakorlatilag a, a társadalom nagyon kevés alkalommal tört meg. Tehát a két atombomba kívül és a két atombombának az volt az igazi üzenete, hogy láthatóan egy repülőgép repült be mind a két város felé, és onnan dobták lesz az óriási pusztást okozó bombát, amit a túlélők, illetve a megfigyelők, a katonai szervezetek is elterjedt. Tehát igazából a társadalom ellenállását modern háborúba atombomba nélkül nem sikerült még megtörni. Ez azért kiemelten fontos, mert valószínűleg a, a, szándék nem a, a társadalomnak az ellenállásának a megtörése, hanem egész egyszerűen azoknak a logisztikai rendszernek a felszámolása, amely a katonai erőfeszítéseket támadja, támogatja. bocsát. Tehát például abban a pillanatban, hogy megszűnik, ugye láthattuk, hogy már a nyár folyamán az elektromos, vagy bocsánat, a villamosított vasútvonalakat, a transformátorállomásokat érte támadás. Tehát ezzel gyakorlatilag folyamatosan arra a szűk keresztmetszetre terelik az ukrán katonai vezetést, amely a, a kőolaj. Az, az, ukrán kőolaj finomítókat már viszonylag hamar tönkretették, tehát innentől kezdve a nyugatról érkező kőolaj szállítmányokon vagy bukik minden, és onnantól kezdve, hogy például a szállítás, ugye a nagy tömegű áruk csak vasúton lehetséges, ez dízelmozdonyok, nak a, 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 a felhasználásával történik, onnantól kezdve ez további szűk keresztmetszeteket fog eredményezni, és előbb vagy utóbb az a klasszikus orosz harcmodor, ami a felmozsorásra épül. Tehát nézzük meg, hogy az orosz hadseregek gyakorlatilag igazán komoly a, a támadásban elért hadisikereket akkor értek el, ugye ez lehet az első világháború, beszéltünk, beszéltünk a napoleon időkről, de beszéltünk a második világháborúról is, vagy akár mondjuk egyéb hadműveletekről, amikor jelentős túlerőben voltak az ellenféle szembe. Tehát egy erejeteiben lévő ellenséges hadsereg, az orosz hadsereg a csatamezőn nagyon ritkán tudott megverni. Tehát gyakorlatilag az a fajta harcmodor látszik, amit mi nyugatiak nagyon elszoktunk tőle, és talán nem is ismerünk, hogy nem közvetlen csapásokkal, nem a harci erejének a, a megszüntetésével, hanem szép, fokozatos, lassú felmozsolással érik el a céljukat, ami óresi pusztással jár egyébként. Én annyiban pontosítanék, hogy, hogy nyilvánvalóan is egyetértek azzal, hogy Oroszország ilyenfajta hadviselésben így nem győzött. Az, hogy, hogy mennyire lesz sikeres ez a felmorzsoló taktika, erre megint csak azt tudom mondani, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy ezt az elkövetkező hetek, hónapok döntik el. Hogyha egy picit így azért belenézhetnék egy biztonságpolitikai varázsgömbbe, hogyha lehet így fogalmazni, igazán az elkövetkező hetekben, másfél-két hónapban azt várom, hogy a, Tél és a Télhez kapcsolódó hadműveleti lehetőségek hogyan jelennek meg ukrán oldalon, és hogyan jelennek meg orosz oldalon. Tehát ez a nagy kérdés. És azt gondolom, hogy ha ezt látjuk, akkor lehet egy következő beszélgetésben adott esetben precízebben és pontosan meghatározni, hogy mi az, ami ilyen szempontból forgatókönyvek oldaláról megjelenhet. Addig én nem szeretnék így jóslásokba bocsájtkozni egyáltalán. Két fontos hírünk van még, az egyik, hogy a budapesti ukrán nagykövetséget is elérte a háború olyan szinten, hogy ilyen véres csomagok érkeznek meg a mindenféle ilyen ukrán külügyi hivatalokhoz, nagykövetségekre, illetve volt levélbomba is, nem Magyarországon, hanem más európai országban. Ennek mi az üzenete? Hogy, hogy mi az üzenete annak, hogy ilyen véres állatszemeket csomagolnak be, borítékba is küldenek el az ukrán nagykövetség. Én, én azt hiszem, hogy ennek elsősorban kommunikációs üzenete van. Most ebből erről vegyük le a levélbombát, tehát hogy természetesen az egy más kategória. Egyébként az elmúlt évtizedekben voltak más esetekben is, nem Magyarországot emelném ki, tehát Magyarországon pont nem, de más országokban, hogy valamilyen fajta tiltakozáshoz kapcsolódó, vagy tiltakozás mentén valamilyen fajta... Olyan csomag jelent meg, ami egyszerűen gusztustalan. Én azt gondolom, hogy ez, ez nem, nem Oroszország. Tehát amikor azt olvastam, hogy itt orosz hírszerző szervezetek ezzel szórakoznának, tehát ez nevetséges. Tehát azt hiszem, hogy vannak olyan orosz civil szervezetek adott esetben, vagy akár magányos emberek, vagy csoportok, amelyek ilyet végrehajtanak, és ez egyfajta tiltakozás, ami nyilvánvalóan egy kommunikációs üzenetet hordoz, mert hogy mi is erről beszélünk, tehát hogy és el is érték a, a céljukat. Ez az egyik rész. Ugye ennek volt többsége. Igazán ebből azt emelném ki, hogy több országban, történt meg, tehát hogy ez lehet, hogy, hogy országokon átívelő valami, de nem dimenzionálnám. Túl egyfajta fenyegetést jelent olyan szempontból, ami terrorelhárítási oldalról el kell gondolkodni, hogy, hogy van akkor ezek szerint valami olyan csoportosulás, ami képes megszervezni így önmagát, és adott esetben ez lehet később valami komolyabb akár levélbomba sorozat, vagy bármilyen fajta mérgező anyag eljutatása egy követségre. Ezzel foglalkozni kell, de ez egyfajta kockázatanalízis. A másik, ha jól emlékszem, hogy ez Spanyolország volt, ahol a levélbomba... Igen, Madridban. Madridban. Nyilván az egy másik kategória, az abszolút ugye, egy terrorcselekmény, de egyszerűen kinek áll érdekében ugye a kriminalisztika alapkérdése ez. Tehát Oroszországnak szerintem most piszkosul nem áll érdekében az, hogy az Európai Unióban követségeket robbantgasson ukrán követségeket, mert hogy ez abszolút eszkalálja a háborút, és egyébként kommunikációs szempontból Oroszország ellen fordíthatja a, a közvéleményt. Azt tudom mondani, hogy hírszerzési szempontból látunk már furcsa helyzeteket, amikor Adott esetben egy megtámadott ország csinált olyan hadműveleteket, hírszerzési hadműveleteket, amiben senki nem sérült, de a közvéleményt formálni lehetett, tehát még ezt sem zárnám ki. Én, igen, kifejezetten gyanús, hogy terrorista államán nyilvánítják Oroszországot, és hirtelen terrortámadás, vagy arra hasonló támadás, hogy az ukrán nagykövetségeket. Igen, tehát, tehát hogy... Ez annyira, hogy van a felyem, nem egy Igen, tehát van a fejemben egyfajta kérdőjel ezzel kapcsolatban. Nem kisebbíteni akarom, tehát félértés ne essék. Erről is akkor tudunk konkrétan beszélni, hogyha ezeknek a a, a csomagoknak egyfajta beazonosítása megtörténik. Biztos vagyok benne egyébként, hogy Madridtól Budapestig ezen dolgoznak sokan és erről majd többet fogunk tudni, de én ezt azért fogalmazok meg óvatosan, nem dimenzionálnám ismét túl, mert hogy kevés hozzá az információ. Egyetlen egy dolog az, ami úgy tűnik, hogy további mondjuk érdekességeket vethet fel, hogy a hírek szerint egyetlen egy címről érkeztek ezek a küldemények, egy ország vatták az összeset. azért nagyon-nagyon fontos információ lenne, hogy honnan jöttek ezek a küldemények. Ugye állatszemnek igazából szerintem egyfajta ilyen, nyilván az lenne az üzenet, hogy látunk titeket, vagy szem előtt vagytok, de az lenne a meglepő, hogy az ukrán nagykövetségeket a háború kitörése óta nem őriznék megkülönböztetett figyelemmel. Tehát ha nem vizsgálnak át minden egyes csomagot, minden egyes levelet, ami odaérkezik előre, röngenkészüléken, rovanoszerkereső kutyákkal, bármilyen olyan módszer, amely kiszűrhetők az esetleges támadásra alkalmas dolgok, akár vegyi támadásról, akár kémia, biológiai anyagról van szó, szóval, akár robbanószerről. Tehát gyakorlatilag ennek inkább egy egy ilyen abszolút kommunikációs üzenete van, és ugye, hogy a talán is ennek azért megvan a rizikója, és megvan az esélye annak, hogy nem az elkövető nem az a, az a fél, akire elsősorban gondolna az ember. Úgyhogy ez egy olyan, olyan veszély, mindig számolni kell. Engem inkább az érdekel ebbe az egészből, hogy, hogy, ugye volt a, a dróntámadás az ukrán, bocsánat, az orosz repülőterek ellen most ma hajnalba. Hogy, hogy minden egyes lépés az eszkaláció irányába mozdul, hogy milyen eszkalációs lépések jöhetnek még. Ugye volt a, a nyáron is már a, az ukrán a villamosított vonalak ellen, a transzformátor állomások elleni támadások, amik elérték már Kárpát, is egyébként. Tehát abban már lehetett látni, hogy ha itt valamilyen eszkaláció lesz, akkor az energetikai irányába fog elmozdulni. Most az ilyen lépések még arra mutatnak, hogy mi lesz a következő célpont. nagyon meglepő az, hogy nyilván azért jobban védett területek, ezek nyugat ukrajnában azok a területek, azok a hidak, vasútállomások, azok a területek, ahonnan nagy részt érkezik az utánpótlás, azokat még nem érte támadás valószínűleg ez lesz a következő lépcső, ahol már sokkal inkább elő fognak azok a balesetek, amik egyébként a múltkor az a két tragikus halálesethez vezettek, hiszen ezeknek a célpontoknak, az ukrán és lengyel határos közeli célpontoknak a támadásával már várható, hogy ezek az estek meg fognak szaborodni. Az elképzelhető egyébként, hogy pont a lengyelek a légvédelemre most nagyobb hangsúlyt fognak ezek után tenni? É, biztos vagyok benne, meg azt gondolom, hogy a NATO-nak ilyen szempontból egy fontos fejlesztési területe kell, hogy legyen a légvédelem fejlesztése de azt kell látnunk, hogy ez a háborúhoz kapcsolódóan a légvédelem szerepe amúgy is felértékelődött. Tehát <coughs> egyszerűen ezek a technológiák, és itt elsősorban tényleg azzal viszont egyetértek, amikor azt olvashatjuk, hogy ez az első drón háború, amiben drónok vannak használva nagy mennyiségben mindkét oldalon, hogy, hogy ez egy olyan fajta újabb hadviselési formát előrejelez, ami az elkövetkező háborúkban szerintem sokkal-sokkal intenzívebben lesz jelen. És ehhez kapcsolódóan én azt hiszem, hogy a légvédelmi rendszereknek arra kell felkészülniük, hogy a, Különböző mozgásban lévő, és nem csak egy fix röppáját bejáró járó tüzérségi, illetve rakéta technológiával menő működő eszközök kivédésére legyen alkalmas, hanem olyan eszközök kivédésére is egyre jobban, amelyek manőverezésre képesek, és ez mind szárazföldön mind pedig tengeren igaz kell, hogy legyen. Azt abban ha vitatkoznék, hogy a szír polgárháborúban már láttunk bőven ilyeneket, sőt, ugye Irakban is megjelentek az iszlám államnak az eszköze, amire az iraki hadsereg is már hasonló improvizált eszközökkel válaszol. Van egy fényképen, elmentettem magamnak, ahol két darab valamiért kék terepszín ruhába öltözött iraki katona szerel föl egy kvadrokoptert, eh, bocsánat, nem, oktokoptert, tehát egy nyolc rotorra rendelkező eh, drónt, eh, civil drónt egyébként négy darab 40 mm gránáttal. Tehát gyakorlatilag ez a fajta eskalációja a drónoknak az elindult, most már abból a szempontból érdekes, hogy van fönt több helyen látható az a videó, amikor egy ukrán drón támad egy egy népköztárságbeli gyalogos egységet, ami végülis nem a, mondjuk ugye az orosz hadseregnek az elit alakulataik közé tartozik, mégis vannak egy egy ami ne, drón elhártó puskájuk, ami ugye nem működik de ettől függetlenül megpróbálják használni, és van nekik. Tehát van egy ilyen eszkaláció ebbe az irányba valóban, de ezek az eszközök már korábban is ott voltak, hogy az Egyesült Állam is számtalan eszközt fejlesztett ki, és vetett be Irakba, Afganisztánba az egészen miniatűr mikro át. Úgyhogy igazából az a nagy kérdés, hogy ezek a fejlesztések, ezek anyagilag mekkora fognak róni, és az a fejlődési spirál, ami elindul, az hova fog vezetni. Beszéltünk arról, hogy ezek az infrastruktúrális támadások nem biztos, hogy meg fogják törni az ukrán társadalmat, legalábbis nem lehet tudni, hogy milyen irányba mozdul el az ő ö, hozzáállásuk ugye, ezeknek kapcsán. Az, hogy mennyi az áldozat, mennyi a halott, az milyen irányban változtathat a háború. Nyilván, hogy az az érdeke mindkét félnek, hogy minél kevesebbet mondjon, hiszen az nem egy siker ö, kommunikáció, hogy milyen sokan haltak meg a mieink közül. Viszont ugye von der Leyennek volt az elmúlt napokban egy olyan nyilatkozata, azt mondta, hogy 100-120 ezer áldozatra tehető az ukránoknak a száma. Ez Zelenszkijhez képest egy sokkal-sokkal nagyobb szám, mert ő ennél sokkal ugye, kevesebbet mondott. Az ukránokra lehet ennek hatása, vagy az európai, amerikai közvéleményre? Inkább az ukrán társadalomra előbb utóbb hatása, hogy hivatalosan Ukrajnában azt számít ö, hősi halottnak, vagy azt számít ö, halottnak katonai szempontból, akit el is tudtak temetni. Tehát gyakorlatilag nem csak a, a, a halálnak a tényelet lett megalapítva, hanem el is lett temetve. Ugye nagyon sok olyan áldozat van, akit vagy nem sikerült azonosítani, vagy a csata úgy vesztette az életét, hogy a temetése nem tudott sor kerülni. Ugye a hírek szerint körülbelül több tízes nagyságrendben, nem tudok pontos számokat mondani, de több tízes nagyságrendben a többszöröse hivatalosan beismert változatnak az, aki eltűntként van nyilvántartva, és van, aki hónapok óta. Tehát nyilván, ha egy, egy háborúban valaki hónapok óta nem jelentkezik az alakulatánál, vagy amit, de ezt a jó eséllyel lehet halottnak tekinteni. Tehát ez inkább jelenthet az ukrán társadalomra óriási veszélyt és óriási nyomást mint mondjuk a nehézségek, amik, a, a, amik az életkörülményekből fakadnak. Ugye a másik oldalon az oroszok is nyilván kozmetikázzák a tényeket, de ott azért a olyan korok, az úgynevezett military bloggerek, tehát azok a civilek, akik ezzel a témával foglalkoznak, hogy azért nagyon komoly ellenőrzést és nyomást gyakorolnak a kormányzatra, hogy többé-kevésbé valós számokról számoljon be. Az orosz veszteségek jelentős része pontosan a hadműveletek jellege miatt az első periódusra esik. Utóbbi időben természetesen vannak orosz veszteségek, de összehasonlatlanul kevesebb, mint az ukránoké, akik egyébként támadásban vannak. Még egy érdekes szám egyébként, ami ritkán hangzik el a médiába sajnos, hogy, hogy hírek szerint, hogy nyilván az ukránok semmilyen szinten nem közölnek információkat, ezért is szálltak szembe, és ezért is kapott Ursula von der Leyen egy elég komoly, mondjuk így szemrehányást az ukrán vezetéstől, hogy ezek a számok, ezek az ő területük, nem kéne neki nagyon nyilatkozni. Viszont úgy néz ki, hogy ki tudja milyen hitelességű, de orosz források szerint az ukrán veszteségek 70%-a Dombaszba történt. A Bakmut városának az ostrom a mai napig folyik, és gyakorlatilag a, nagy ukrán előrenyomulások közben is folyt ez az ostrom, tehát ott a beásolt védelmet folyamatosan érő tüzérségi ösztűznek a következtében óriási áldozatok vannak, amikről viszont nem nagyon beszél senki. Én két kategóriát különböztetnék meg, és ez rendszeresen keveredik itthon is a médiában, amikor arról beszélnek, hogy áldozatok és az áldozatok kapcsán az olvasók jó része mindig halottakra gondol. Tehát amikor számokat közölnek, nagyon sokszor ezt a két számot összevonják, tehát a halottakat és a sebesülteket. Én azt mondom, és azzal egyetértek, hogy mindkét fél kozmetikázza az adatait, és a háború első részében, és általában az a fél, ez egy hadi, hadtörténeti és stratégiai alapvetés, úgymond, hogy általában a támadó félnek mindig magasabbak a veszteségei. Ugye ennek mindig vannak ilyen arányszámai, hogy ugye egy védő, három, tehát ahhoz, hogy egy védelmi vonalat át lehessen törni, akkor alap szempontból egy háromszoros túlerőre van szükség. Nyilván ez a háromszoros túlerő, ez emelkedik, ha városi környezetről van szó, vagy nagyon-nagyon védett területről, tehát egy felkészített védelemről, kiépített védelemben szembeni támadásnál. Én azt mondanám, hogy civil áldozatok oldaláról biztos, hogy sokkal több halott van ukrán oldalon, mert hogy Ukrajnában zajlik a háború, tehát orosz területeken nem. Katonai szempontból az, hogy, hogy Ukrajnának pontosan megegyező vagy nagyságrendileg ugyanakkor a vesztesége lenne, mint Oroszországnak. Én ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok. Szerintem az ukrán veszteségek emberállomány oldalról, tehát halottak oldaláról kisebbek, és sebesültek oldaláról is. Orosz oldalon szerintem ezek magasabbak, de ez találgatás, tehát félreértés essék. Tehát a korrekt tájékoztatáshoz kapcsolódóan ez úgy igaz, hogy igazán nem tudjuk erre a választ, és nem is gondolom azt, hogy az elkövetkező időszakban bármelyik fél ezzel kapcsolatban igazat mondana, mert hogy nyilván mindkét oldalon, és abban önnek teljesen igaza van, társadalmi feszültségeket tud hozni. Egyrészt azért, mert társadalmi feszültsége az, amikor kiderül ami a saját kormányukról, hogy hazudik, a kormány, tehát hogy kozmetikázza az adatokat, de ez minden háborúban egyébként így volt, és minden háborúhoz kapcsolódóan az egyik legfontosabb hadititok, hogyha lehet így fogalmazni a pontos veszteségek mértéke. Tehát hogy ezért erre nagyon-nagyon odafigyelnek. A másik oldalról azt kell látnunk, hogy mind Oroszország, mind Ukrajna nem kíván, és nincs olyan helyzet, hogy itt békéről beszélhetnénk. Tehát ugyan mindig feldobja mindkét fél, hogy hajlandó lenne egyébként a tárgyalásokat folytatni, de egyszerűen ez a háború olyan szakaszban van, ahol birkóznak, hogyha most egy ilyen birkózó hasonlatot mondhatok egymással a felek, nem dölt el, hogy ki az, aki padlóra vagy kétvárra fog kerülni, és ez akkor fog és akkor lehet valamilyen fajta becsülést tenni, hogyha az elkövetkező időszak hadműveleteiből látunk valamilyen fajta elbillenést bármelyik oldal irányába, akár Oroszország, akár Ukrajna oldaláról, hogy valamelyik fél úgy látszik, mintha a másik fölébe kerekedne. Ez egy sokkal-sokkal bonyolultabb tevékenység, Rengeteg szegmense van, ebben az áldozatok száma csak egy. Ennek logisztikai része, időjárási része, olyan fajta felkészülési, kiképzési része, és egyáltalán hadműveleti, taktikai és stratégiai része is van, ami mind-mind egy-egy része ennek az elkövetkező hadművelet sorozatnak, amit látni fogunk, vagy azt fogjuk látni, hogy egyszerűen egy álló háborúba megy át, de erre adom én egyébként a kisebbik esélyt, ez az én szakmai véleményem, az elkövetkező időszakot. Én azt gondolom, hogy elsősorban a felek abban érdekeltek, hogy valahogyan az, el, az elkövetkező két-három hónapban azért valamit mutatni tudjanak a saját országuk szempontjából is, a saját közvéleményük felé támadásként és sikerként, és hát nyilván a külvilág felé és a diplomácia, illetve a katona diplomácia tekintetében is. Annyit hagyj hozzá, hogy igen, valóban a, az általában halottakról beszélnek, hogy általában a a tapasztalatok szerint 3-4 súlyosan sérült jut egy halottra. Tehát, hogy ezeket a számokat, ezeket a százezes nagyságrendű számokat komolyan veszük, akkor azt jelenti, hogy körülbelül fél millió ember volt az, aki kiesett a harcokból, hiszen egy ilyen súlyos sérülésből fölépülni, az nem egy-két hónapot jelent. Ez már azért vetítelő dolgokat, ugye ha más nem, akkor a lakosság arányos veszteségekből lehet nézni és lehet látni azt, hogy, hogy, milyen irányban haladnak a hadműveletek. Én azt mondom, hogy előbb vagy utóbb el fog jönni az a pillanat, amikor valamilyen szinten minden társ, mindenki társnak szembe kell nézni azzal, hogy ez a háború milyen költségekkel jár, és akkor, amikor a valamelyik fél egyértelműen gyengé pozícióba kerülnek, több oka lehet, lehet gazdasági, társadalmi, mi katonai, abban a pillanatban tudunk csak békéről beszélni. Amíg ez a paritás áll, addig egyik fél se fog engedni. Nagyon gyorsan még a végére, akkor Kárpátaljáról egy pár szót ejtsünk. Említette most, hogy van egyfajta ilyen tendencia, vagy lehet, hogy lesz egy ilyen tendencia, hogy nyugatabbra is érhetnek támadásokat, bizonyos létesítmények, vagy ilyen fontos objektumokat. Ugye hát ott már ott van Kárpátalja viszonylag közel. Mi lesz, hogyha eléri a háború Kárpátalját Magyarország, mit tehet az ott élő magyarokért? Nem tudom, hogy erről mit gondolnak. Illetve, hogy mi lehet Kárpátaljának egyáltalán a jövője olyan szempontból, hogy az ott élő magyarság, ha Ukrajna veszít, ha győz, milyen jövő elé nézhet. Ez azért érdekes egyébként, amit itt felvetett, mert hogy ezzel kapcsolatban rengeteg ilyen hír fölröppent, hogy Magyarország politikája elsősorban azért olyan Oroszország irányába, mert valamilyen fajta revizionista törekvéseink lennének. Én ezt egyszerűen nevetségesnek tartom. Tehát én azt gondolom, lehet bármilyen kormánya Magyarországnak Kárpátalját mi Köszönettel nem akarjuk elvenni. Ukrajnától, és nem kérjük vissza. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan fantasmagória, ami egyes kommunikációs lehetőségekben jól hangzik, de igazán valóság alapja nincs. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy, hogy mennyire terjed ki erre a térségre, és mennyire eszkalálódik a helyzet. Én azt mondom, hogy elsősorban a Lengyelország felől jövő utánpotlási útvonalak azok, amelyek fő támadás irányában Oroszországnak úgymond fájnak, és ezekre fog összpontosítani. <kül> Kárpátalja térségében ez nem látható, Nyilván infrastruktúra oldalról, tehát energetikai infrastruktúra oldalról ezt a térséget is érni fogja a támadás, hiszen Ukrajnához tartozik, de én olyan erős katonai műveletekre, légi csapásokra a kárpát térségébe én nem számítanék, mint adott esetben, amit Lengyelország térségében láthatunk. Um ezért bölcs az a stratégia, vagy az a irány, amit a magyar kormányzat képvisel, nem számítunk fegyvereket Ukrajnának, hiszen ezek a fegyverszállítási útonak értelmesen katonai célpontnak minősülnek. Úgyhogy emiatt Ukrajnának az a része, ami hozzánk legközelebb van, tehát Kárpátalja nincs veszélybe. Két dolog van, ami hosszabb távon veszélyes lehet, akár győz Ukrajna, akár veszít. Az egyik az az, hogy ahogy Szerbia esetében a Koszovóból érkező szerbeket a Vajdaságba vagy Bácskára telepítették be, és nagyon komoly etnikai feszültségek <laughs> voltak az elüldözött és a, a ott lévő lakosság között. Ez a veszély ugyanúgy fennáll Kárpátháján is, az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy Ugye onnantól kezdve, hogy, hogy Magyarország határozottan fölállt, kiállt a kisebbségéért már 2014 óta egyetemen mi vagyunk az ukrán államnak az egyik, ugye a nagysátán Oroszország, a kisátán Magyarország, úgyhogy ennek azért súlyosabb következmény lehetnek. Én abban nyilván nem értek egyet, hogy úgy gondolom, hogy ez a háború bebizonyította, hogy mindenki tévedhet, én magam is többször tévedtem a háborúval kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy minden, lap az asztalon van. Tehát, hogy mi lesz Kárpátai a sorsa háború után, azt szinte lehetetlen megmondani, hogy lehetetlen megmondani, hogy mi lesz Ukrajna sorsa háború után. Hiszen vannak lengyel olyan vonatkozása is ennek a kérdésnek, vannak a román olyan vonatkozás, is a kérdésnek, vagy akár Moldávia, vagy Bulgária irányában is lehetnek olyan vonatkozási a kérdések, hiszen ezek a kisebbségek is élnek arra felé, amit a háború végkifelte fog eldönteni, hogy hosszabb távon mi lesz velük. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak. Somkuti Bálint, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója és Tarjányi Péter Biztonságpolitikai Szakértő, a Domino című könyv szerzője voltak a vendégeink. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. a lehetőséget. A hallgatóinknak pedig hadd mondjam el, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, és támogassák ezzel is a munkánkat. Szeretnénk elérni a 60 ezredig feliratkozót még ebben az évben. Ha pedig ez a videó tetszett, kérem, hogy lájkolják. Köszönjük a figyelmet!